A Beledi Büdecs Péter papírpénzt gyűjt. A szinte csak magyar forintokat tartalmazó gyűjteményben igazi ritkaságok is megtalálhatóak. Például egy 1951-ben kiadott 50 forint, egy millenniumi 2000 forintos, illetve az 5000 forint első kiadásából egy hajtatlan, vagyis forgalomba nem került bankjegy, ami értékesnek számít a gyűjtők körében. Hát, ami talán megmaradt így a gyerekkoromból, talán egy 10 forintos vagy egy 20 forintos, valahogy előkerült, és ez alapján úgy döntöttem át, hogy megpróbálom megkeresni, hogy még milyenek vannak a forintig visszamenőleg, amit kiadtak. És hogyan indult el ez a gyűjtés? Először inkább talán, nem tudom, sok vásárba jártam, ott egy-két embernél láttam, aki régiséggel is foglalkozik esetlegesen, aztán megkérdeztem. Aztán úgy jutottam el addig, hát, hogy rájöttem, hogy még nem foglalkoztam el, rájöttem, hogy van ilyen numizmatikai kiállítás, és akkor utána jártam, ne tehát, hogy mikor vannak, hol vannak kiállítások, és egyre többet eljártam. És ott már azért borzasztó sokkal találkoztam. Ott már azért tömtelege volt tulajdonképpen, úgyhogy ott már szinte duskálhatni lehetett a pénzben, nem is tudtam, én saját magam sem tudtam, hogy mik léteznek. Mit kell tudnunk a papírpénzgyűjtésről? Mi alapján, hogyan, tehát mik az első lépések? Hát én kezdőként úgy voltam, mivel nem tudtam, hogy mik vannak, a neten is vásároltam egy-két darabot, akkor örültem neki, persze, mert szép volt, meg jó volt. Később rájöttem, hogy ebből vannak csodálatos, gyönyörű darabok, amik még olyanok szinte, amit annyira eltettek újkorán, hogy nem is volt forgalomba. Egy forgalmi pénz, és nem is volt forgalomba. Ezt ugye, mielőtt elindítottuk a kamerát, el is mondtad a szakzsargonba, hogy hívják ezeket, ja, a pénzeket. Ezek hajtatlan pénzek, amik teljesen eredeti állapotában megmaradtak. Hát régi öregek, idősek, ez az, aki el tudta tenni, vagy lehet, én ma hallottam olyan, hogy is eldugta a feleség elő, később meghalt, előkerült. Nálam is van olyan pénz, ami nem régében egy spájzból kerülhetett elő, teljesen jó állapotban van, de ilyen majdnem meg lehet mondani, már ilyen dohos szaga van neki, szóval valószínű olyan helyen volt, egy spájzban vagy valahol, de teljesen jó állapotban. Ugye többfajta papírpénz van itt, többfajta címletben, évjáratban. Hát néhány dolgot mondjunk el erről a gyűjteményről, akár az érdekességét, vagy milyen címletek találhatók, milyen évjáratúak. Hát ugye elkezdtem gyűjteni tulajdonképpen, és ugye azt tudtam, hát hogy ugye 46-ban adták ki a forintot, és arra gondoltam, mondom, attól kezdve elkezdem gyűjteni őket. Arra szinte eljutottam, hogy szinte már mindegyikből van egyetlen egy példány. Hát a nagyon régi darabokból, a 46-os évjáratokból, abból még annyira nincs, mert azért elég drága pénzek, de úgy vagyok vele, hogy abból is megpróbálom megszerezni a minőségileg a legszebbet, hogy nekem a gyűjteményemben legyen. Nem mind eladás céljából, hanem inkább főképp nekem a gyűjteményemben, hogy legyen belőle. Ugye a forintot 1946-ban adták ki, igen, igen, igen. És abból, ha mondjuk egy 46-os kiadásból van itt a... Nincs belőle, hát inkább a legutolsó pengők maradtak meg nekem, de ezek már nagyon hajtatlan állapotban vannak, amit még 45-ben adtak ki a legutolsó, és ugye utána adták ki a forintot. Ez csak magamnak érdekességnek pár darabot gyűjtök belőle, de nem. Hát a forint az ehhez a pengőköz képest már nagyon drága állapot, nagyon drága, az állapotától függ. Ugye itt vannak drága. 10-esek, 20-asok, 50-esek, 100-asok, 200-asok, igen, igen. Van mindegyikből tulajdonképpen, hát elindul a 10 forintosból, hát évjárattól függ. Ugye őt is már kiadták 46-ba, és folyamatosan ment, hát hogy mikor adták ki, 62, 69, 75, és egészen, ha jól tudom, talán 80-ig, vagy még előbb. Pontosan meg nem tudnám mondani. Több évjárat van belőle, amiket kiadtak. Nagyon szép állapotban lévőek vannak. Szinte ezeket is eltették. Aztán ugyanúgy megy tovább a 20 forintossal és az 50 forintosokkal. Hát azokat ugyanúgy mindet kiadták végeredménybe. Most nem is tudom, hogy talán hol vannak a 20-asok. Még egy elejjel talán a legalsóban. Azok is ugyanúgy van, ugyanúgy. Hát ebből is egy
nagyon régi példány, az már nagyon, nagyon, nagyon nagy ára van. Hát törekszem arra, hogy abból is legyen a gyűjteményembe. Hát amelyik akkori időn is nagyon előforduló pénz volt, a 80-as kiadásból, abból nagyon sokat adtak ki, az máig is nagyon sok darab megvan hibátlan állapotban. Abból adtak ki a 10-esből, 20-asból, 50-esből, 100-asból, mindegyikből adtak ki. Abból valahogy a 80-as években ott szerintem nagyon sokat eltettek abból a pénzből, mert most is kerülnek még elő. Vannak különböző jelzések rajtak, hát a sorszáma, a betűjele neki, mikor miért adtak ki, mindegyik meg van különböztetve, a 10 forintos ugyanúgy meg van különböztetve a 20 forintos betűjelzéssel. Hogy különbségek, talán mondjuk ugye a 10 forintos az A-val volt megjelölve, a 20 forintos C-vel, az 50-es az D-vel, abból van egy nagyon ritkaság, abból adtak ki H-sat is. Aztán ugyanúgy sorszámmal ellátottak, tulajdonképpen az már mindegyik úgy van. Hát először alacsonyabb sorszámok, aztán később már nagy sorszámok, a mai modern pénzek azok már több számjegyűek. Én Meg úgy hát tudom, abból az már nagyon. 50-esek között van egy nagyon értékes darab. Hát igen, ami talán legértékesebb, ugye, ugye a Kossuth címerrel van itt egy fantázia pénzem, őt sosem adták ki, hogy miért, azt nem tudom, ebből van egy fantázia pénzem, ezt kinyomották, hogy ilyen lett volna esetlegesen a Kossuth címeres 50 forintos, és utána 51-be kiadták a Rákosi címereset. Hát tulajdonképpen én úgy veszem észre, hogy a piacon is talán ő a legértékesebb, így az 50 forintosok között. Ez milyen kori? Tehát mikori Ezt kiadású? 51-be adták ki, 1951-es. ugye ezt már a Rákosi címerre adták ki. Talán a piacon úgy gondolom, hogy talán ez a legértékesebb. Bár aztán előfordul, hogy a 100 forintosnak a Kossuth címerese is ugyanúgy már értékesebb. Fene tudja, a gyűjtők között meg van válogatva, hát az igazság, aki amennyire el tudja adni, meg amennyire veszi, hát most, ha valaki meg akar tőle szabadulni, akkor valószínűleg olyan árat kér érte, hogy esetlegesen vagy megadják, vagy nem adják meg. Hát sok mindentől függ a dolog. Én úgy tudom, az is értékesnek számít, amikor ugye a betűjelzésében a K van, ugye? Az Hát igen, most az utolsó. történetesen az 5000-esből mondjuk a K-s a legértékesebb, azt adták ki legutóján, abból volt a legkevesebb címlető is, hogyha valaki megnézi a sorszámát, mondjuk egy J-snek az 9-essel kezdődik, de egy K-sé az nullással, ami azt jelenti, hogy nagyon keveset adtak ki belőle. És ugye a nyilvánvaló az többet volt a forgalomba, előbb elhasználódott, kevesebb maradt meg belőle jó minőségbe. De hát az igazság, hogy a nagyon jó minőséghez nagyon nehéz hozzáférni, mert hát drágán is lehet, meg hát aki ragaszkodik hozzá, az ragaszkodik ahhoz is, hogy drágáért adja el. A legjobb engemet mondjuk, megmondom őszintén, az 500-as, az Adi fogott meg, ez mondjuk lehet, hogy mások más a véleménye, de az én véleményem szerint ez volt a legcsodálatosabb, gyönyörű pénz. 69-től 69, 75, 80 és 90-be adták ki. Szerintem ez volt a legcsodálatosabb pénz. Ebbe Miért? se, A színvilága vagy a formája? hát fene tudja, ezen nem sokat változtattak, ezen csak maximum a nyomdának a minősége, hogy hol lilásabb, hol világosabb, hol sötétebb. Csak ennyi. Ezen annyit nem változtattak, mint teszem föl egy ezresen. Ezen borzasztó sokat változtattak. A fém szálltól elkezdve, az írástól, fekete betűs, piros betűs. Nagyon sokat változtattak. A szinte ember el nem tudná képzelni, hogy például az ezresből, ami még most is persze a forgalomban van, nem tudom, hogy meddig, azt egyáltalán nem tudtam, nem tudom, hogy meddig, de például ebből öt félét adtak ki, ebből a mai is forgalomban lévő ezresből öt féle van kiadva. Mindidáig még öt ezres szerepel, itt a negyedik, és még van
egy ötödik, amelyiknek zöldel volt a, ez a fémszálas része. Viszont az 500-as, a régi 500-ast... A régi 500-as az szinte ugyanaz volt. Az 500-as azok valahogyan nem változtattak már, hogy miért. Ezen meg ugye valószínűleg tartom, hogy ez az ezres, ez nagyon kellendő, szóval ez forgópénz, az annyira forgó, hogy talán ezt többet használják az emberek. Előbb is elhasználódik, azért is cserélik. Van például itt a gyűjteményben egy Millenniumi 2000-es, ami nagyon szép. Hát igen, hát ezt kiadták végeredménybe, 2000-ben adták ki, de ez forgalom, nem lett forgalmi pénz. Hogy miért? Hát gyűjtők, vagy szerintem mindenki ugyanúgy megvásárolhatta, de ez egy szép pénz lett volna, hogyha ez forgalomba kerül. Bár volt nem volt forgalomba, de valaki próbálkozott vele fizetni, mert ez egy diszcsomagolásban van tulajdonképpen, csak kivettem én is belőle, ide beletettem, de próbálkoztak vele fizetni. És volt, ahol el is fogadták, mert elfogadták, mert látták, hogy 2000 forintos. És akkor ez folytatódik tovább, akár az interneten a kutatása, az ismerősökkel, akik ezzel foglalkoznak, a kapcsolattartás. Igen, hát ugye akik hát ezzel foglalkoznak, Pesten is, tulajdonképpen lehet tőlük venni, ők is vesznek még, lehet is tőlük venni, aztán nekem is, amikor éppen esetlegesen valami megtetszik, hát az mindig a fejemben van, hogy mit szeretnék venni, de ha elmegyek egy találkozóra, akkor biztos, hogy találok egy olyat, amit abszolút nem is akartam megvenni, vagy nem kell, de mégis muszáj, már mondom, legközelebb meg nem találszok vele. Amit említettem, az 500-as az a legkedvencebb pénzem. Meg talán még a 68-100 forintos, ami azt mondom, hogy nagyon szép állapotban van, az a legszínesebb tulajdonképpen. Annyira színeset még nem is találtam, de az nagyon megfogott. Az olyan nyomdailag nagyon szép pénz. Legalábbis részemről. Aztán másoknak több a véleménye, többen, jobban inkább a 10-esre meg a 20-asra az több embernek azt tetszik meg. Hát most nyilvánvaló idősebbeknek tetszik az meg már, hogy hát, milyen szép pénz volt, meg nagy pénz volt, meg sokat ért. Ja, hát ugye mikor már elértéktelenedett a pengő, utána már nyilvánvaló, hogy értékesebb lett a forint, azért is jegyezték meg. Hogy családban a gyűjtőszenvedély folytatódhat? Tehát előfordul, nem tudom. Ha valaki talán, ha megölöklik tőlem, akkor lehet, hogy nem tudom. Mert ugye nem az értéke tudom. Úgy fog változni, minél régebbi, persze, tehát egy 10-20-30 év múlva a gyűjteménynek komoly értéke lesz. Hát azért mondom, hogy ugye, hogyha többnyire a találkozókon is, többnyire idősebbek vannak így az 50 éves korosztály, 50 év fölötti korosztály, hát akik elmondják, hogy valakit örökölték, és akkor ők folytatták tovább, hát ha valaki folytatja. Hát azt meg majd jövő eldönti. Azt mindenképpen, csak is az. Köszönöm beszélgetést. Én is. Szívesen, hogy...